hogy tudom azt, hogy ilyenkor délután a pedagógusoknak is kicsit ez hosszúnak tűnik. Én már sok ilyenen átestem, és éppen ezért meg tudom azt is érteni, hogy ebben a helyzetben kicsit feszült a tantestület minden tagja, vagy feltételezhetőleg sokan, és azt is talán biztonságképpen kérhetem, hogy külsőként mindig nehezebb valakinek egy pályázatot elkészíteni, és külsőként ilyenkor bizonyos dolgokat úgy ismertetni, hogy az annyira tényszerű legyen a belső életet tekintve, mint ahogy azt egy belső pályázó el tudja végezni, vagy egy belső pályázó tudja ismertetni. Éppen ezért én amit szeretnék, és hogyha megtehetem, kiadásításképpen, hogy azon kívül, hogy én történelmi énekzenekarba zenész szakos vagyok, és csak azért szeretném megjegyezni, mert az ének az egy más jellegű, és az énekzene az pedig feltételezi a hangszerismeretet. Én pedig azt már 4,5 éves koromtól két főtárgyból csináltam végig, és ebből szereztem többek között oklevelet. Ezen kívül önálló szakként van nekem a társadalom és állampolgári ismeretek szak is, ami ma már polgári ismeretek politológia címen ismeretes. Ezen kívül még van nekem Európa tanulmányok végzettségem, és aztán a pedagógus végzettséget kiegészítendő, ugye közoktatás vezetői plusz a szakvizsgám is megvan, amit nem is olyan túl régen, pár évvel ezelőtt végeztem. Na most szeretném azt mondani a pályázattal kapcsolatban, hogy statisztikát, mint olvasható volt, én igazán nem készítettem, mert én úgy gondolom, hogy a statisztika ból sok következtetés levonni igazán nem lehet, ez csak akkor nyer értelmet, ugye, illetve ha következtetés lehet levonni belőle, és akkor nyer értelmet az egész, mert a számok önmagukban úgy igazán semmi eredményre nem juttatnak. Amit én szeretnék megjegyezni, és ahogy elkészítettem a pályázatot, amilyen szellemben gondoltam, igyekeztem úgy fogalmazni, megítélés és ízlés kérdése, hogy most ez hosszú vagy rövid volt ez a pályázat, hogy kitűnjön belőle valamennyire, amit tudok, hogy azért annyira nem lehet mégsem, amikor még nem ismerem, nem látom az illetőt, de valahol a személyisége mégis tűnjön ki az illetőnek, és akkor rögtön szeretném leszögezni, hogy én a vezetői tevékenységet, meg egyáltalán a pedagógusi tevékenységet is, én szolgálatnak tekintem egyértelműen, amihez az én véleményem szerint kellő nyitottság és kellő alázat is szükséges. Én szoktam mondani, hogy az iskola vezető a legnagyobb szolga egy iskolában. És ahogy meg is fogalmaztam, hogy jó intézményt kigondolni, azt egy vezető is meg tudja tenni, de önmagában még az semmi, hanem ahhoz, ugye nyilván a sikeres együttműködésre, a közösségeknek az empatikus együttműködésére van szükség, és ilyen módon ugye itt ebben az esetben a munkaközösségeknek az együttműködő munkája, egymásra épülő munkája a diákok érdekében, és hát akkor kiegészítve a szülői házzal is, illetve a szülőkkel való kapcsolatban is, nagyon fontos. Akkor eljutottunk odáig, hogy a diák központuság részemről nagyon fontos. Azért választottam ezt a pályát, gének szerint örökölve is, mert ez akartam lenni. Na most, manapság ugye ez nagyon sokat felvetődik, hogy oktassunk vagy neveljünk. Én ezt sose szerettem, én egyszerre szeretem a kettőt végezni, és pontosan ezért a pályázatomat is igyekeztem ilyen módon is megfogalmazni, hogy talán kitűnjön, hogy a kettő egyszerre is párhuzamosan fontos. És itt akkor rögtön az osztályfőnökök munkájára appellálnék, akiknek a munkája mindig is nagyon fontos volt, mindig is egy nehéz munka volt. Lehet látni, hogy én is nagyon sokáig voltam osztályfőnök középiskolában is, mert hogy azért azt is tisztázok, hogy én jelenleg is tanítok középiskolában, éppen ebben az időben is éppen órám lenne a gimnáziumban. És pontosan ezért én ismerem mindenhol az osztályfőnöki tevékenységeket, és hát most azt hiszem napjainkban még több feladat hárul rájuk, vagy még több felelősség, és nekem minden tiszteletem az osztályfőnökök előtt.
és ezért én fontosnak tartom, de nem tudtam megfogalmazni, nem akartam hozni ebből a időt meg terjedelmet, hogy én fontosnak tartom azt, hogy egy osztályban működő pedagógusok időnként összejöjjenek, és időnként értékeljék azt az osztályt, vagy netán a renitensebbnek tűnő gyerekeket, tehát a konzultációt és a gondolatcseréket én a tanári tevékenységben kiemeltként kezelem. Ehhez aztán említhetném, amit a pályázatban is megfogalmaztam, hogy mindezt a tevékenységet egészíteni ki az ifjúságvédelmi felelősnek a munkája, ami azt hiszem, hogy nagyon fontos és egyre fontosabb még belvárosi intézményekben is. És akkor itt már rögtön rátérnék a hátrányos helyzetű tanulóknak a segítésére, a mentorszolgálatra, amit szintén én nagyon jónak tartok, én szorgalmazom a magam részéről, és itt szoktam mondani, hogy az ilyen diákokat kell igazán megfelelő módszerrel tanítani, illetve én azt szoktam mondani, hogy itt kezdődik a pedagógus, hogy nem steril, otthonra is nagyon jól elevesztett, bocsánat, idézőjelben jól elevesztett, szellemileg elevesztett gyerekeket tanítani, mert az sokkal könnyebb feladat, de annak, amely